Hunyd be a szemeid, és kérlek, végy egy jó mély lélegzetet, majd a szádon át lassan fújd ki a levegőt. Még egy jó nagy levegő, majd lassan fújd ki. És arra kérlek, hogy kezdj el egyenletesen, jó mélyen lélegezni, és figyelmedet tartsd a levegő útján. Így kisebb az esély, hogy majd elkalandozol. És miközben jó mélyen lélegzel, találd meg számodra a legkényelmesebb pozíciót. Elengeded magad, és lassan, jó mélyen lélegzel. Kiengeded a feszültséget egész testedből. Tudatosan, fejed tetejétől egészen a talpadig ellazítod minden izmodat. Tudatod nyugodt és békés. Figyelmed befelé fordul. Minden lélegzetvétellel magadhoz veszed a szeretetet, a nyugalmat. Kilélegezve pedig elengedsz minden zavaró gondolatot, minden feszültséget és félelmet. Nyugodt vagy és békés. Közben szép lassan, folyamatosan érkeznek hozzád a bőség angyalai. Hatalmas, csillogó szárnyaikkal betakarnak téged. Lényük szeretetet és biztonságot sugároz. A közelükben megnyugszol. Körbevesznek téged, és egy csodásan fénylő, aranyszínű energiagömböt vonnak köréd. Talán érzed is azt az óriási energiát, ami óv, ami védelmez téged, és megnyitja minden sejtedet a bőség befogadása előtt. Csak lélegezz jó mélyen, kérlek. Lélegezd be ezt az aranyszínű fényt. Az angyalok két oldaladra állnak, és megnyílik előtted egy fényes út, amin szinte siklasz előre. Csak mész téren és időn át, abba a dimenzióba, ahol az álmaid élnek, ahol megteremtődnek a vágyak, ahol nem lehetetlen semmi, itt bent a lelked mélyén. Különös fények cikáznak. Talán érzed, hogy itt készítik elő a valóságot ahhoz, ami a szívedben él. Különös érzés kerít hatalmába. Könnyű vagy, mintha lebegnél. Nem nehezítenek most földi súlyok. Elengedsz minden terhet, minden egzisztenciális félelmet. Elengedsz minden hitetlenséget, önbizalom hiányt. Elhagyod a negatív gondolatokat, a régi beidegződéseket, mintákat. Kiüríted az elmédet teljesen. Csak a pillanatra figyelsz. Jelen vagy. Most csak ez számít. Már sötét van, de a teli hold fénye bevilágítja előtted az utat. Lábaid előtt egy tökéletesen egyenes út vezet, amely lefelé lejtve egy völgybe ér, majd egy távoli hegyre kapaszkodik. Az út végén, a távoli hegy csúcsán hatalmas fény világít. Tudod, hogy ott vár rád valami. Várnak az álmaid. Arra kérlek, hogy indulj el ezen az úton, de ne rohanj. Semmi esetre se tér le az egyenes ösvényről, amely átvezet a völgyön fel a szemközti hegyre.
tudatosítsd magadban, kérlek, hogy most semmi nem vonhatja el a figyelmedet. Csak a célon tartsd a szemed. Éppen itt az ideje fókuszáltnak lenni. Gyönyörű virágok mellett mész el, érzed az illatukat, látod, ahogy pompáznak, hívogatnak téged. Talán megállsz egy pillanatra, hogy közelebbről is megcsodáld. De eszedbe jut az út, és nem veszed le a figyelmedet a célról. Most ellenállsz, és mész célirányosan a hegytető felé. Különböző kísértések jönnek majd szembe az úton, de nem állsz meg, nem hagyod, hogy letérítsenek róla. Nem sokára egy démoni alak jön szembe. Megpróbál erővel letaszítani az útról. De a benned gyújt fény sokkal erősebb. Lögdös rángat, de te nem hagyod magad. S noha megtépázott erővel is, de folytatod az utat tovább. Ha nem engedsz a kísértésnek, ez az alak eltűnik majd mögötted. De újabb kihívások jönnek az úton. Egy szerelmes nő vagy egy férfi érkezik, aki megpróbál elcsábítani téged. És óriási a kísértés, hiszen annyira vágysz rá, nagyon vágysz a szeretetre, a törődésre. De tudod, hogy ez csak egy kísértés, hogy ez nem az, aminek látszik. Tudod, hogy a saját utadat kell járni. Tisztában vagy azzal, hogy hova mész, hogy semmi nem téríthet most le az útról. Kérlek, ne engedj a kísértésnek, várnak rád az álmaid. Maradj rajta az úton, és menj eltökélten a távoli hegy tetején lévő fényesség felé. És közben tudatosítsd magadban, hogy ez az út életed feladatának útja is egyben. A küldetésed. Hogy újra felfedezd a képességeid. Hogy újra ráérezz, hogy ki is vagy valójában, és mit keresel ezen a bolygón. A távoli hegy felé haladva csak előre nézel. Már nem vagy messze. Csak menj, kérlek. Menj a hegyen felfelé. Tüskés ágak hajlanak az útra, de téged nem érdekel, csak a célt figyeled. Ahogy sétálsz, látsz az út mentén gúnyos tekinteteket. Embereket, akiket barátnak hittél, de most elfordulnak tőled. Lehet, hogy fáj, de neked van egy álmod, ami nem biztos, hogy azonos az övékével. És lehet, hogy el kell engedned a kezüket, hogy a saját álmodat éld. De lesznek, akik veled tartanak majd. És jönnek menet közben majd igaz barátok. Ahogy mész felfelé, talán egyre nehezebbnek érzed magad. De akkor is mész a célod felé. Lehet, hogy már fáj, és sírni, üvölteni tudnál. Tedd meg, ha ezt érzed. Talán eleged van már mindenből. Esik az eső, fúj a szél, tépi a hajadat. Egyedül vagy és fázol. Ahogy futnál, megbotlasz egy előtted elterülő ágban. Úgy érzed, ahhoz sincs erőt, hogy felkelj. Talán azt gondolod, hogy meghúzod magad, és ha elvonul a vihar, majd folytatod az utat tovább. Szakad az eső. Érzed a fejtetődön a súlyos esőcseppeket. Arra kérlek, hogy tárd ki a karjaid, nézz fel az ég felé,
és élvezd, ahogy a víz megtisztítja a testedet és a lelkedet. Engedd meg, hogy átmossa a gondolataidat, az érzéseidet. Most nem érgelődj, csak éld meg a pillanatot, hiszen olyan csodás az élet. Tudatosítsd magadban, hogy minden vihar azért van, hogy megtisztítsa az életedet. Csak lélegezz jó mélyen. Érzed majd, ahogy szép lassan megnyugszik a szíved. Látod, ahogy hajnalodik, előbújik a nap, érzed, hogy tele vagy energiával. Látod, hogy már nincs messze a célod, egyre közelebb érsz. És szép lassan eléred a csúcsot. Lehet, hogy még homály fed mindent, de ahogy kitisztul a kép, egy gyönyörű erdő látványa tárul eléd. A fák között beszűrődnek a napsugarai. Így azok felmelegítenek a kellemesen hűvös, hajnali erdőben. Talpad alatt érzed a puha füvet, a tiszta illatát, boldog és felszabadult vagy. Csak sétálgass csodád a tájat. Talán sikerül itt teljesen kikapcsolni magad, hogy jelen légy, pont most itt, ebben a pillanatban. Látod a fák levelein megcsillanó harmadcseppeket, fürge kis mókusokat, ahogy szaladnak a fák ágain, süniket, ahogy sorban vonulnak az avar alatt. Olyan nyugodt és békés itt minden. Te is átveszed ezt a harmóniát. S talán megérzed, hogy ez lelked igaz természete. Amikor békés vagy, a jelenben élsz, és elfogadod önmagad és az életed, akkor a teremtés állapotában vagy. Akkor elég nyitott vagy ahhoz, hogy befogadd a jót. A feszültség pedig fordítottan teremt. Amitől félsz, aminek energiát szentelsz, azt nem tudod elkerülni. A folytonos figyelemmel energiát adsz neki, míg az a végén életre kel. Úgyhogy most arra kérlek, csak azokra a dolgokra gondolj, amire vágysz, amit szeretnél az életedben megteremteni. Tudatosítsd magadban, hogy ezt nem lehet elrontani, ezt nem lehet rosszul csinálni, nem lehet senkinek semmi kárt okozni vele. Nem messze tőled, itt az erdő közepén egy gyönyörű házra leszel figyelmes, ami a képzeletedben már régóta él. Itt áll előtted álmaid otthona. Csak figyeld meg minden részletét. A lelked mélyén már régen valóság, hiszen látod, itt él. Olyan csodás minden, pont ahogy megálmodtad. Üdvözöld magad a vágyaid erdejében, kérlek. Érzed, hogy valami különleges dolog fog történni veled. Csak hagyd, hogy a közelébe vonzon téged. Ahogy közelebb mész, láthatod az ablakban önmagad visszatükröződését. Nézd meg, hogy milyen csodás vagy. Csak úgy ragyogsz. Olyan vagy, amilyen mindig is szerettél volna lenni. Magabiztosan lépkedsz előre. Határozott vagy, ugyanakkor lágy és szólít. Azt látod, hogy ez az ember a tükörben tisztában van önmagával. Uralja az életét. Járj körbe, kérlek. Nézd meg ezt a csodás kertet. Itt vannak a kedvenc virágaid, gyümölcsfáid.
és talán a szíved is virágzik. Gyönyörű ez a környezet, nyugalom van és béke. Figyeld meg, lehet, hogy a ház mögött van egy kis tó, vagy vízes és medence, nyári konyha, vagy egy kávézó sarok, esetleg rózsalugas, vagy bármi más, amire a szíved vágyik. Egy kis hely, ami csak a tiéd. Látod, hogy oda készítettek neked egy puha takarót. Ott van egy pohár tea, kávé, kakaó, vagy akár limonádé, ami téged vár. Arra kérlek, hogy ülj le a kis helyedre. Helyezd magad kényelembe, és élvezd a napsütést. Érezd azt, hogy milyen jó dolog élni. És gondold át egy kicsit az életed, hogy mennyi mindenen mentél már keresztül, hogy mennyi akadályt legyőztél, és egy sem gyűrt maga alá, hogy milyen erős vagy és bátor, milyen kitartó, hiszen még mindig itt vagy, pedig annyiszor feladhattad volna már. És talán megszólal benned egy kis hang, amely azt mondja, ideje végre, hogy te légy a legfontosabb az életedben. Gondolkodj el egy pillanatra, hogy hányszor helyeztél mást önmagad elé, amikor csak az számított, hogy őt boldognak lásd, a gyermekedet, a szüleidet, a szerelmedet. De vajon hol vagy te? Itt az idő bátornak lenni, és felvállalni a saját boldogságodat. Nézd körül, hogy milyen csodás itt minden. Ez a te álmod, a tiéd. Itt él a lelked mélyén. És csak rajtad múlik, hogy életre hívod-e a valóságban. Csak lélegezz mélyen. Szívd magadba ezt az életérzést. És ahogy jó mélyen lélegzel, apró hangok hallatszódnak a házból. Talán izgatott leszel. Felállsz és megkeresed a bejáratot. Ha bekopogsz az ajtón, életed párja fogad téged. Az igaz szerelmed. De ne aggódj kérlek, ha nem látod őt. Akkor se, ha csak az egót társít hozzá képeket. Csak fogadd el, ami jön. És hagyd, hogy üdvözöljön téged. Látod a csillogást a szemében, hogy mennyire várt rád. Átölel és bekísér a lakásba, ahol láthatod, hogy egy megterített asztal vár téged. A kedvenc ételedet főzte neked. Az asztal közepén két szál gyertya ég, a szerelmetek jelképeként. Ahogy helyet foglalsz, és megérzed a meleg étel illatát, otthon érzése költözik a szívedbe. Lehet, hogy soha sehol nem érezted az otthon melegét. Sosem engedted meg, hogy jól érezd magad. De most itt vagy, és a jelen pillanatban élsz. Látod a párod szerelmes tekintetét, és melegség szökik a szívedbe. Olyan jó itthon lenni, itt, ahol elfogadnak, ahol úgy szeretnek, ahogy vagy. Talán sosem érezted ezt a kényeztetést, azt, hogy minden érted van. A párod egy poharat nyújt át neked a kedvenc italoddal, és arra kér, hogy engedd el magad. Szeretne mindent megadni neked egy nehéz nap után. Engedd, hogy kényeztessem, hogy megmasszírozza a vállad. De csak pihenj. Csak lélegezz jó mélyen. Csak éld át ezt a pillanatot. Rövidesen arra leszel figyelmes, hogy itt vannak a gyermekeid is, vagy a szüleid,
vagy bárki, aki fontos neked. És ők mind azért jöttek, hogy téged ünnepeljenek. Azt, hogy mennyire szeretnek téged, hogy milyen fontos vagy nekik. És mindőjük arcáról sugárzik a boldogság. Itt van minden, itt él minden, amiről valaha álmodtál. Itt most, az álmaidban élsz. És most arra kér a családod, hogy mesélj a munkádról, amit annyira szeretsz, és amit oly élvezettel végzel, amivel fényt viszel az emberek életébe. Csak mesélj nekik, kérlek. Ha körbe sétálsz, látod a falon az okleveleidet, kitüntetéseket, dicséreteket, amiket a munkád elismeréseként kaptál. És talán büszkeség önti el a szívedet. Olyan jó az álmaidban élni. Majd a párod megfogja a kezed, a fürdőszobába kísér téged, ahol vár rád egy illatos fürdő, a kád szélén körben gyertyák. Arra kérlek, hogy dobd le a ruháid, és ülj a fürdővízbe, lazítsd el magad. Tőled jobbra egy kincses ládikát találsz. Benne egy kis ajándékot. Nyisd ki, kérlek. Ez a párod meglepetése a számodra. Talán mosolyra nyílik a szád, és érzed, hogy milyen jó dolog élni. Hogy teljesen mindegy, hol tartasz az életedben, a tiéd lehet bármi, amiről valaha álmodtál. Az angyalok, a segítőid ott állnak körülötted, és arra kérnek, hogy most mondd ki, kiabáld ki az univerzumba, hogy mi mindent szeretnél megvalósítani, hogy mire vágysz. Csak mondj el mindent részletesen, ezzel is esélyt adva a megvalósulásnak. Mondd el a családi vágyaidat, a párkapcsolati céljaidat, hogy milyen karriert szeretnél megvalósítani. Mondd el az anyagi igényeidet, és mindent, ami számodra fontos lehet. Ne tarts magadba semmit. Mindent. Adj esélyt annak, hogy megvalósulhasson. Ha úgy érzed, hogy elkészültél, öltöz fel, kérlek. Sétálj ki a szeretteidhez. És érezd azt, hogy új életre keltél. Hogy megtaláltad az erőt magadban. És hadd, hogy mindenki téged ünnepeljen. Hogy elmondják, milyen sokat köszönhetnek neked. Hogy milyen büszkék rád, hogy felnéznek az életedre. És te boldog vagy önfelett, hiszen álmaid életében létezel. Arra kérlek, csak ülj le, figyelj újra magadra. Lélegezz mélyen, csak a lélegzetedre figyelj. Az órodon át beszívod a levegőt, a szádon pedig kifújolt. Még egy jó nagy levegő, majd lassan kifújolt. És újra elkezded magad érezni a testedben. Megmozgatod a karjaidat, a lábaidat, a nyakadat,
és szép lassan elkezded visszahozni a figyelmedet ide a szobába. Ha pihenésre van még szükséged, akkor lazíts nyugodtan. Ha kevés volt az idő, és még vizualizálnál, tedd meg. De ha készen állsz rá, kinyithatod a szemed. Az utazás véget ért.